Sziasztok, Fili Petra vagyok, és a legújabb mesekönyvemet szeretném nektek ajánlani és beszélni róla pár szót. Ez a Bodza Szörp címet viseli, és különféle nagymamákról és nagypapákról találhatóak benne történetek, hogy honnan is jött az ötlete ennek a könyvnek, erre igen egyszerű a magyarázat. Én a apai nagymamának köszönhetően egy csodálatos gyerekkort éltem meg. Szoktam ahhoz hasonlítani, hogy hasonlóan tündéri és mesékkel teli gyerekkort, mint amilyen Szabó Magdáé volt, amiről ugye mesélt az Ókút című könyvben. Tele-tele volt varázslatta és mesével. Nekem a nagymamám rengeteget olvasott verseket, rengeteg helyre utaztunk, nagyon sokat bábozott, nagyon sokat mesélt a természetről és a régi korokról. Nem véletlen, hogy található egy olyan történet is benne, amiben egy dédszülő is megjelenik. Nekem arról az időszakról is sokat mesélt. De vannak benne olyan történetek is, amik velünk történtek meg, a családommal, a saját kis családommal. Például a kutyás mese, a kutyaszív címet viselő mese, az a kisebbik lányommal esett meg, aki a apukámé kutyáját megharapta. Ezt merő szeretetből tette, de bizony megharapta, és fickó kutya nagyon-nagyon jól viselte ezt a dolgot. Pontosan olyan türelmes ebb volt, mint amilyen ember a mesében megjelenik. Belekerült egy olyan mese is, ami a kötetnek a címadó története, a bodzaszörp, amiben egy nagymama olyan különleges bodzaszörpöt készít, aminek a virágai minden szép és kedves mosolygós emléket begyűjtenek, és ebből készül a szörp. Tehát ez a mesekönyv nagyszülőkről szól, de nem csak nagyszülőknek, hanem szülőknek, unokáknak és gyerekeknek, mindenkinek, akinek fontos az, hogy a különféle korosztályok összetartsanak, jobban, rosszban, akár pandémia idején, vírus idején, akár attól függetlenül, és szeressék egymást.